Munkanélküliség, szociális és egzisztenciális gondok. Mindennek oka természetesen a rossz gazdasági helyzet Szerbiában. A Vajdasági Magyar Szövetség programjában kiemelt helyen szerepel a gazdaság és térségfejlesztés. A munkahelyteremtő beruházások azonban nem képzelhetőek el infrastrukturális fejlesztések nélkül. Ezekről a tervekről kérdezem mai vendégemet. Vég Zoltánt, aki a VMS köztársasági parlamenti képviselője volt a parlament feloszlatásaig, és aki most is szerepel a listán. Köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm a nézőket. Hogyha az infrastruktúráról beszélünk Vajdaságban, ön mit emelne ki első helyen? Mi a legégetőbb, a legsürgősebb? Maga a gazdasági programunkban, hogy úgy mondjam, a VMS gazdasági programában alapvető dologként kiemeltük az infrastruktúrális fejlesztéseket, mégpedig úgy, hogy megfelelő parlamenti képviselettel el tudnánk érni, hogy az elkövetkező parlamenti ciklusban, az elkövetkező 4 éves ciklusban a szerbiai úgymond budzsetból, költségvetésből megfelelő pénzeszközöket tudjunk kiharcolni a magyar lakta vidékekre, a magyar lakta településekre, mégpedig infrastruktúrális befektetésekre. Azért említjük az infrastruktúrát, illetve a gazdaságot kiemelt célként, mivel gyökeres változások fognak átmenni, illetve gyökeres változásokon fogunk átesni az elkövetkező 4 évben, és a gazdaságban is látunk ilyen változásokat, előre látunk, illetve számítunk rá. Mivel az elmúlt parlamenti ciklusban egy jó pár gazdasági törvény a parlament elé került, de nem sikerült vele foglalkozni, ami a következő ciklusban úgy gondolom, hogy ezzel fog kezdeni az új összetételű parlament. Itt olyan törvényekről van szó, ami maga a gazdaságot nagyon meg fogja változtatni. Itt legyen a csődtörvényről szó, legyen a privatizációs törvény, maga a munkatörvényről. És ezért nagyon fontos, hogy nekünk megfelelő képviseletünk legyen a parlamentben, hogy ezek törvény elkészítéseikor hozzá tudjunk szólni az ötleteinkkel, a módosításainkkal, a szaktudásunkkal, maga a törvényt kialakítására rá tudjunk hatni. Ami a gazdaságot illeti, illetve az infrastruktúrát, mint szeretném mondani, hogy a VMS-nek van egy gazdasági programja, amit az elkövetkező időben fog úgymond a nagy közönség elé tárni. Ez már egy ideje készül, a különböző szakembereink foglalkoznak ilyen témákkal, de hogy úgymond gazdasági fejlesztéseket tudjunk előre irányozni, ezért infrastruktúrára van szükségünk. Említette például azt, hogy a magyar lakta területeken az infrastruktúra fejlesztéséhez köztársasági pénzeket használnának. Mert hogy korábban, illetve jelenleg önkormányzati pénzekből történt. Igen, eddig önkormányzati pénzekből történtek ezek a fejlesztések. Köztársasági szintről valami kevés pénz került a, úgymond a községekbe. Ezen szeretnénk mi változtatni. Milyen esélyt lát erre, hogyan tudják ezt kieszközölni? Hát mind a... hogy a kormány közeli pártként, illetve úgymond kormányzati pártként úgy gondolom, hogy tudni fogunk ráhatni. És itt szeretném megemlíteni, hogy ezek a pénzeszközök, ami ilyen célokra vannak előrelátva, eddig is voltak, de valahogy a mi vidékünkre nem jutott el, és ezen szeretnék változtatni. Tehát jól értem, hogy a köztársaság korábban is pénzelte már más területeken az infrastruktúrát, de ezek a pénzek a magyar lakta területekre nem igen így jutottak van, el. Voltak előre látva ilyen pénzeszközök, de sajnos a mi térségünk igazán nem kapott ezekből. Ezen szeretnénk mi változtatni, mivel egy befektetéshez egy infrastruktúrával ellátott területre van szükség. Infrastruktúra alatt értünk vízvezeték, kanalizáció, áram, mai értelemben internet kapcsolás, maguk az utak, és a közutaknál van egy olyan lehetőség előttünk, ami szintén nem igazán volt kihasználva az elmúlt időkben, hogy a köztársasági budzsetból nem nagyon jutott útfejlesztésre pénz, de lehetséges.
És ezen szeretnék szintén változtatni, hogy ezen pénzek, illetve pénzmasszából szintén a magyar lakta településekre tudjunk előre látni megfelelő eszközöket a közutainknak a javítására. A programjukban szerepel például a vasútvonal fejlesztés is. Igen, itt a programunkban kiemelt célként emeltük ki a Szeged-Szabadka bajai vasútvonalat. Magát a vasútra igen nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, mivel egyik legelmaradottabb infrastruktúránk, hogy úgy mondjam, és itt Vajdaságban nagyon fejlett volt a, hogyha úgy gondolok, visszagondolunk az elmúlt 30-40-50 évre, sokkal fejlettebbek voltak a vasútjaink, mint a mai időben. Ezeket semmilyen befektetés nem történt, és ezeket ezt a helyzetet akarjuk megváltoztatni, amire úgy gondolom, hogy lehetőségünk van, úgy az anyaország támogatásával, mind európai pénzekkel is. Szintén a programjukban olvasható a határátkelő fejlesztési program. E tekintetben már korábban is értek el eredményeket, ugye Királyhalomásod halom határátkelő megnyitása nagyon sokaknak segít. 2013-ban sikerült szintén a parlamenti képviseletünkkel elérni, hogy megnyílt ez a határátkelő hely. Szeretnénk ezt a programot továbbfejleszteni. A régi horgosi átkelő helyet föl lehetne újítani, illetve más célokat ki lehet tűzni még ezen a határmenti vidéken, hogy úgy mondjam. Hogyha ezek az infrastruktúrális fejlesztések megkezdődnek, megindulnak, akkor ugye a munkahelyteremtésre is nagyobb lehetőség van. Ezt milyen formában képzelik el? Magyarország segítségével, vagy belső erővel? Ha megfelelő infrastruktúrával ellátott területeink vannak, akkor ez egy szabad tér a beruházóknak, ha pár beruházókat tudunk ide vonzani, amire nagyon számítunk természetesen az anyaországi támogatásokra, európai támogatásokra, hogyha bevonzuk a befektetőket, az természetesen új munkahelyeket jelent. És hogyha mi térségünkbe tudjuk bevonzani a befektetőket, akkor a térségünkbe levő munkaerő úgymond hiányt, vagy nem a hiányt, hanem a többletet, munkaerő többletet tudjuk fejleszteni, hogy minél több embert el tudjunk helyezni. Ez legyen Zenta, legyen Szabadka, legyen Kanizsa, bárhol. Természetesen a beruházók olyan helyekre jönnek, ahol már kész táptalaj van, hogy ne kelljen nekik újra befektetni, főleg az infrastruktúrába. Mindenki elvárja, hogy egy infrastruktúrával ellátott parcellát kapjon, illetve területet, ahol csak építeni bírja az új gyárat, és természetesen alkalmazni a munkásokat. És gondolom, hogy az Európai Uniós csatlakozás közelettével egyre nagyobb igény lesz a külföldi vállalatok. Hát erre számítunk, igen. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm, hogy meghívtad.